estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma is velünk tartani, ugyanis érdekes és izgalmas témákat gyűjtöttem össze. Ellátogattunk a Szénatéri Általános Iskolába, ugyanis az intézmény idén ünnepli fennállásának 80. évfordulóját, a jubileumra pedig számos érdekes eseménnyel készülnek. Idén 80 éves a Szénatéri Általános Iskola. Mi persze ellátogattunk az intézménybe, és az igazgatónővel a kezdetekről is beszéltünk. A Székesfehérvár Szénatéri Általános Iskola születése pillanatában Székesfehérvár polgárai építették. 1938. május 22-én volt István király halálának 900. évfordulóján ez az épület átadva. Jelentős kordokumentumok mutatták, hisz már a második országos tanügyi kiállítást nyitották meg ebben az épületben. Ezt a helyét és szerepét egész a háború utánig is betartotta, és az 50-es, 60-as években is, hisz az itt minket körülélő, ölelő lakótelep úgy nőtt ki, hogy a lakótelepen megjelenő első lakók itt végeztek, itt tanultak, és jelentős volt abban az időben az iskolára jellemző módon az, hogy itt volt az énekzenei általános iskola, így képzés itt gyökeresedett meg, itt tanított Knejfel Feri bácsi vagy Hartyányi Marika néni, és ezúton is kívánok Marika néninek sok boldogságot, de ugyanakkor mindig is arról volt híres az iskola, hogy erős nevelő testülete volt a tanulás, és a gyerekek város iránt, a közösség iránt elkötelezettek, neveltük, tehát a gyerekeket. Ezt követően pedig hát ugye ezt a vonalat vittük tovább. A rendszerváltás után előző igazgatóink mentén képviselve volt az értékközvetítés képességfejlesztő program, majd 2000-től ugye a Petőfi Sándor általános iskolájával fúzionálva lett a Székesfehérvári Szénatéri Általános Iskola. A 2000-es évektől elkezdődött a tudatos arculatának kialakítása az intézménynek. Ez az arculata címek mentén, amit előbb mondtam, hogy örökös ökoiskola, akkreditált, kiváló tehetségpont vagyunk, de fölvállaltuk elsőként az integrációjába a vakok integrálását, tehát már még akkor, amikor még az integráció szóba se jött, mi már foglalkoztunk ilyen dolgokkal. Hagyományosan 20 év óta erős a emelt szintű matematika oktatásunk. A gyerekek a három informatika teremben tanulják az informatikát, de már elindult a programozási és a kódolási ismeretek elsajátítása, valamint hogy elkötelezettek vagyunk az idegen nyelv oktatás mentén. 5. alkalommal járnak a tanulóink a határtalanul pályázatok mentén, és nem utolsó sorban ezt a gyerekek egészséges életmódját képviselő, és ugyanakkor a gyerekek mindennapi életében való, az életben való beválásáért való tevékenységet mutatja az is, hogy egy erős alapítványunk van, a tanulás, művelődés, sport, aki most például a menőmenza programban 15 millió forintot nyert, és mindezt a gyerekek egészséges életmódjának javítása érdekében az elkövetkezendő időszakban, másfél éven keresztül fogjuk a programokkal is biztosítani, nem csak eszközökkel, amit ekkor nyertünk. Tehát úgy gondolom, hogy ez az elmúlt 80 év, ez egy kicsit sűrű, és ugyanakkor az elődök kötelezik is az intézmény nevelő testületeit, amelynek nem csak a hagyományokon alapul, hanem úgy gondolom, hogy élen jár a 21. századi ismeretek elsajátításának megvalósításában is, és hát nagy örömünkre mondanám azt, hogy a 80. évfordulót
talán már ősszel az új sportlétesítményben fogjuk tudni ünnepelni, ami az iskolánk udvarán épül. A jubileum alkalmából több programmal is készül az intézmény. Május 23-án lesz egy kulturális bemutató, melynek során a tervek szerint a diákok kidekorálják az új sportcsarnokot, de lesznek egészségmegőrző programok, történelmi játszóház és hagyományőrző foglalkozás is. Sőt, elkészül a szénatopotéka is. A múlt emlékeit azt szeretjük felkarolni, és nagyon örülünk annak, hogy a Városi Levéltár gondozásában megjelent ez a műfaj, hogy úgy mondjam, és volt ugye egy felhívás. Ez a felhívás kapcsán több ezer hát kép és dokumentum digitalizálása történik jelen pillanatban, és dolgozza fel a topotéka és a levéltár, és ezután is köszönöm a munkatársaknak a segítséget, és ősszel ebből szeretnénk egy virtuális kiállítást, és az intézményen belül pedig egy több mint iskola történeti, hisz azt írt, hogy 80 év a felhívásunkban azt írtuk, hogy 80 év a szénatér körül. Tehát úgy gondoljuk, hogy 80 év alatt, 80 év elteltével nem csak az iskola belső kultúrája változott, hanem megváltozott a városképe is. A leendő elsősöket iskola nyitogató foglalkozásokkal várják az intézménybe, hogy az óvodásoknak könnyebb legyen az átállás. A foglalkozások során az apróságok megismerik a leendő tanítónéniket, illetve megismerkedhetnek az intézmény profiljával. Székesfehérvári Szénatéri Általános Iskola a város egyik legnagyobb általános iskolája, hát nem csak az épület méretében, hanem a gyerek létszámában tekintve. Ezt tudatosan építünk egyrészt a hagyományainkra, a meglévő címeinkre. Örökös iskola vagyunk, akkreditált kiváló tehetségpont, az oktatási hivatal bázis intézménye vagyunk. A hagyományaink az, hogy a felső tagozatban emelt szintű matematika oktatással foglalkozunk, tehetséggondozó idegen nyelv oktatással. Új stratégiai ágként, régi új stratégiai ágként megjelenik számunkra az, hogy nem csak az idegen nyelvre, matematika oktatásra teszünk nagy hangsúlyt, hanem az informatika oktatása szakköri kereteken belül a programozást tanítjuk, és igazából azt a képviselő a Szénatéri Általános Iskola, hogy a gyerek egy teljes személyiség. Tehát a mi nevelő testületünk úgy fordul a gyerek felé, hogy nem csak matematika feje van, nem csak idegen nyelv feje, hanem a teljes személyiségét kell, hogy fejlesszük, és egy boldog, kiegyensúlyozott, távlatokat látó felnőttet képzelünk el majd, hogyha a gyerekek kikerülnek az iskolapadból. Éppen ezért igyekszünk alsó tagozatban minél sok színűbb programokat biztosítani, nyilván az alapkészségek elsajátítása mentén, és a délutáni tanórán kívüli programokban nem ok nélkül vannak ilyen programjaink a hagyományos szakkörökön kívül, hogy fürkész, hogy gyöngyfűző, barkács, programozó, sakk szakkör, néptánc szakkör, tehát a gyerek mindent megpróbálhat, hisz az első 10 év az, amikor az alapkészségek, képességek kialakulnak, az irányultságot megtalálják, és ötödiktől pedig azért igyekszünk arra, hogy egy kicsikét már struktúráljuk a pályaorientáció mentén őket, tehát a leendő középfokú beiskolázásra, de ezt úgy tesszük, hogy például mi emelt szintű matematika oktatásunk megalapozza a 7.-8. osztályban megjelenő természettudományos tantárgyakat, a kicsit mumus fizikát, a kicsit mumus kémiát, és a természetismereteket. Azt szeretnénk, hogy a gyerekek egy jövőképpel menjenek, és egy pozitív jövőképpel, azt, hogy ez a világ szép, ez fenntartható, ez jó élni ezen a földön, és jó együtt dolgozni. Nagy felhangsúlyt fektetünk éppen ezért a közösség fejlesztése, és az, hogy minden gyerek a társai által és a felnőtt társadalom által is elfogadottá váljon, és ugyanakkor ő is beilleszkedjen. Ez egy érdekes nevelési folyamat, és nagyon nagy szerencsénk van, hogy olyan erős szülői gárda van az intézmény mögött, aki ezeket az értékeket elfogadja és segíti azt
azt a dolgot, hogy mi a szülői házzal közösen ezen az úton végigvigyük a gyerekeket. Minden tanév kezdet egy jó kaland. És hogy kiknek való a szénatéri? Mindenképpen olyan gyerekeket és olyan szülőket várunk, akik készek ezt elfogadni. Tehát azt, hogy mindegyik gyerekben felfedezzük úgy közösen együtt azt, hogy miben jó, miben tehetséges, és amiben egy kicsit hátrébb tart, azt fejlesszük. Hisz az ember az élete folyamán folyamatosan fejlődik. Több példát tudunk mondani, hogy lehet, hogy valaki nagyon jó helyes írású, de a végén mondjuk mérnök lesz. Tehát, és ez egy kettő nem zárja ki. Nagyon jó matematikus, de költővé, vagy vadakat terelő juhásszá változik. Tehát, hogy egy olyan gyerekeket várunk, akik nyitottak, érdeklődőek, és ugyanakkor szeretik azt, hogyha közösen együtt dolgozunk. Elkészült Magyarország koleszterin térképe. A fejlesztésnek a figyelemfelkeltés a célja, ezért egy új weboldalon az adatok bárki számára elérhetőek. Az LDL koleszterin emelkedettsége összefüggést mutat az idő előtti és fokozott érbetegségekkel. Úgy a szívkoszorús ereknél, mint ahogy az agyereknél, vagy éppen a végtagéreknél. Ennek megfelelően alakulhat ki szívinfarktus, vagy agyvérzés, vagy éppen végtagér elzáródás. Mértéktelen, egészségtelen táplálkozás, dohányzás, stressz. Ezek a tényezők jelentősen befolyásolják a koleszterin szintet. Ha valakinek magas a koleszterin szintje, a gyógyszeres kezelés mellett testmozgással, életmódváltással, a táplálkozási szokások módosításával csökkentenie kell. Azt látjuk a sürgősségi osztályokon, a kardiológiai osztályokon, hogy egyre fiatalabb, 20-30 éves korú férfiak és nők kerülnek be szívizominfarktussal, agyvérzéssel, és akkor már sokkal nehezebb a dolog már utókezelni és megelőzni az újabb súlyos elváltozásokat. Hogy erre a problémára felhívják a figyelmet, 2 év alatt több mint 2,5 millió anonim vérvételi adatból elkészült Magyarország koleszterin szintérképe, amelyet az interneten bárki elérhet. A felületen nemekre és korcsoportokra bontva lehet megtekinteni, hogy az országban mennyire súlyos a helyzet. A térkép az összkoleszterin szintet mutatja, tehát a jó és a rossz értékeket is. Láthatóvá teszi, hogy hol mekkora a népegészségügyi kockázat. Egy pár piros folt, ez ami felhívja a figyelmet. Az adatok szerint a gyerekeknél még nem súlyos a helyzet, annak ellenére, hogy kimutatható öröklött rossz koleszterin szint is. Azonban a felnőtt korosztályra kattintva bepirosodik az ország. Ez a szín az 5 millimol per liter feletti értéket mutatja, ami már szövődményeket okozhat. A koleszterin térkép ez arra jó, hogy mindenki egy picit, pár percet foglalkozzon vele, hogy tudja a saját koleszterin értékét, tudja, hogy mennyi az ártó és a jó koleszterin ebből. Ha nem tudja, és az, ha magas, akkor miért? Hogy ez családi örökség, vagy éppen az életmódja olyan? És akkor itt az ideje, hogy többet mozogjon, esetleg a táplálkozásában változtasson. A térkép szerint a mérések a legalacsonyabb átlagos összkoleszterin szintet a Veszprém megyei Sümegen mutatták ki, míg a legmagasabb érték Tabajdon, nálunk itt Fejér megyében született. Az elmúlt években valamelyest csökkent a magyarok koleszterin szintje, de a számok még mindig aggasztóak. Mivel a magas koleszterin szintnek különösebb tünetei nincsenek, fontos a rendszeres laborvizsgálat, ugyanis vérvétellel kimutatható. Az egészséges étel menő. Ezt tanulják mostantól a diákok a Németh László általános iskolában. A Kígyós Faloda elnevezésű program 1 éven keresztül tart, a célja pedig az egészségtudatos életmódra való nevelés. Thank you.
Tanulniuk nem kellett csütörtökön reggel a Németh László iskola diákjainak, ehelyett az egészséges ételek és életmód kapcsán szervezett műsor került terítékre. Az iskola pályázati támogatást nyert ugyanis a 2017-ben meghirdetett Menő Menza programban, így mostantól egy éven át minden erről fog szólni az intézményben. A hetedikes Lili már most odafigyel az egészséges ételek fogyasztására, de tornázik és balettre is jár. Az egészséges táplálkozás, ez egy fontos dolog. Az eddigi menzában is azt szerettem a legjobban, amikor ilyen gyümölcsök, meg ilyeneket kaptunk. És hát ezek nagyon finomak, otthon is mindig, minden nap eszek gyümölcsöt, mert ez fontos az egészséges táplálkozás. Neked miért fontos? Hát, hogy egészségesek legyünk, meg ugye sok bennük a vitamin, meg a tápanyag, meg ilyenek. És mozogsz is egyébként? Igen, tornázom, meg balettozok. Meg hát igazából ugye a testi órák is, tehát sok mindent sportolok. De nem csak a nagyok vannak tisztában az egészséges életmód fontosságával, a másodikos Emília is tudja, hogy miért fontos kiskortól kezdve odafigyelni a táplálkozásra. Hogy megnőjünk, meg azért, hogyha felnövünk, egészségesek legyünk. És te miket szeretsz enni? Hát gyümölcsöket, meg zöldségeket. Az iskolába járó diákok így örülnek a Menő Menza megvalósulásának. Mint a projekt szakmai vezetője elmondta, az intézménynek sikerült új evőeszközöket beszereznie, hamarosan új asztalok és székek érkeznek az ebédlőbe, valamint ivókutakat alakítanak ki az udvaron. Emellett számos program várja a gyerekeket és szüleiket az év folyamán. Lesznek aulapiknikek, salátabárok, ezen kívül pedig kirándulásokat szervezünk, ami olyan helyekre, helyszínekre vezet, ahol ugye megismerkedhetnek a gyerekek akár a sajtkészítéssel, ugye, ahol akár egy kis levendula fesztivál is lehet a dologban. Ezen kívül pedig hívunk vendégeket, mind fórumokra, mind pedig sportbemutatókra, ahol aktívan is részt vehetnek a gyerekek ezeken a bemutatókon, illetve a szülőket is várjuk szeretettel, akik pedig a különböző fórumokon kaphatnak információt arról, hogy hogyan tudják ők is egy kicsit, mint a család, mint a gyerekek étkezését egészségesebbé tenni, illetve az életstílusukat egy kicsit megreformálni. Egyébként itt az iskolában az étkezéshez fizikailag mennyi köze lesz majd ennek a programnak? Hát igazából ugye a program neve Menő Menza program, de hát nagyon jó a kapcsolatunk az iskolánk Menza vezetőjével tulajdonképpen, és nyitott nagyon sok változtatásra, ötletre. Reményeink szerint, ugye mivel hirdettük a hónap receptje versenyt, sikerül egy kicsit majd ezeket a legjobb nyertes recepteket becsempészni talán az étkezésbe, és természetesen törvényi keretek között, ugye, mert ott meg van kötve a menza vezetőjének a keze, de a délelőtti kis programokon, mind az aulapikniken, mind a salátabárban a gyerekek kóstolgatni fogják az általuk és a szülők segítségével elkészített finomságokat. Ebben a programban minden iskolában részt vesz egy dietetikus is, egy olyan szakember, aki kiértékeli a gyerekek által kitöltött kérdőíveket, és segíteni fog nekik abban, hogy egészségesebben tudjanak táplálkozni, így a szülők kapnak segítséget ehhez rajta keresztül. És lesz egy olyan nap, amikor le is tesztelhetik tulajdonképpen azt, amit itt főznek? Igen, ezen lesz egy témahetünk is, amikor egy egész héten keresztül különböző programok lesznek, úgyhogy igen, azon belül lesz ilyen lehetőség is. Kurcz Julianna hozzátette, kifejezetten szülőknek szóló programokat is szerveznek majd, így például megkóstolhatják maguk is a menza ételeit, de tanácsokat is kaphatnak, hogy otthon is meg tudják teremteni az egészséges életmód alapjait.
heti Fitben ezúttal is egy édesség elkészítését mutatjuk be. A következő percekben egy sokak által kedvelt finomság, a kókusztekercs fog elkészülni, mégpedig egészséges alapanyagokból. A heti Fit mai adásában is sütésmentes, hétköznapi finomságokkal jelentkezünk. Azt hiszem, hogy egy népszerű édesség, egészséges verzióját hoztad el ma hozzánk. Így van. Szerintem mindenki ismeri és tudja, hogy miről van szó, ha azt mondjuk, hogy kókusztekercs, vagy kókuszgolyó, vagy valami ilyesmi. Én nagyon szeretem egyébként az ilyen kókuszos süteményeket. Igazából ez is egy zappa helyliszt alapú édesség lesz, fehérjével, tejsavófehérjével, kókuszreszelékkel, édesítővel, és a többi alapanyag az körülbelül ugyanaz, mint a rendes kókusztekercshez. 150 g zappa helyliszthez hozzákeverünk 120 g fehérjét. A fehérje az lehet kakaós, kókuszos, vaníliás ízű, vagy ami esetleg megy ízvilágban ehhez a süteményhez. Mehet is. Jól összekeverjük az egészet. Megy hozzá 100 g kókuszreszelék, de nem rakjuk bele az egészet, mi most kókuszos fehérjével fogjuk csinálni, és egy picit hagynunk kell a külső részére is, tehát hogy ott fogjuk a tésztát megnyújtani. Lisztet fog helyettesíteni a kókuszreszelék, úgyhogy nem kell az egészet belerakni a tésztába. Összekeverjük az alapanyagok egy részét a kakaópor kivételével, és a rumarumát még nem rakjuk bele. És amikor jól összekevertük a száraz alapanyagot, teszünk hozzá körülbelül 1 deci vizet, vagy növényi tejet, vagy valami ilyesmit, és a tésztáját ilyen kicsit sűrűbb állagúra keverjük, tehát az a lényeg, hogy úgy se fújjon. Összeállósabb tésztát kell kapnunk. Így ez most jó lesz. Annyit csinálunk, hogy ebbe a kis tálkába körülbelül a negyedét, nem kell sok, a negyedét kiszedjük. A szupi. Na, még egy picike mehet, szerintem. Körülbelül így. És a maradék tésztába rakunk, közben segítek egy picikét, egy ilyen két evőkanál kakaóport. És akkor ebbe fog menni, ami összefogja ugyancsak a kis tésztánkat, olvasztott kókuszsír, ugye a változatosság kedvéért, és egy olyan 3-4 evőkanálnyi. De még a fehér tésztába is rakhatunk. És ugye az is egy kicsit így rájön. De ennek is annyira fantasztikus illata, illata van. Igaz? Hú, nagyon jó, hogy az ember nyálképződés elindul. Ebbe is rakunk egy picit, hogy ez is egy kicsit összeálljon, és akkor könnyebb lesz úgymond gyurmázni. Hagyjuk összeérni, összeállni a tésztát. Ez is megvan körülbelül 5-10 perc alatt, amíg összekeverjük. Egyébként tehát, igen, nem tehát egy az hosszú... ilyen pár perces nasikat szereti szerintem mindenki. Igen. Már aki készíti, meg ha valaki, az biztos. Igen, tehát hogyha valaki megkívánja az édességet, és általában ugye, hogyha valaki diétásabban eszik, vagy odafigyel, akkor van otthon zappehelyliszt. Úgyhogy én speciál nagyon szeretem a zappehelyet. Úgyhogy abból nagyon sok mindent el lehet készíteni. És akkor csak annyi a dolgunk, hogy betesszük a hűtőbe, megvárjuk még összeáll egy picit, körülbelül 10-15 perc ez is szerintem, és akkor utána megnyújtjuk a tésztát, a két réteget egymásra rakjuk, összetekerjük, és kész. Lerakunk először is egy sütőpapírt, akár az asztalra, vagy ahol dolgozunk, konyhapulton,
Egy picit megszórjuk kókuszreszelékkel, mert ez az úgynevezett lisztet fogja helyettesíteni, ezen fogjuk megnyújtani a kis tésztánkat. Egyel egyengetve, hogy mindenhova jusson, ugyanis kívül. Aztán fogjuk közbe a kakaós tésztát, kanál segítségével kicsit összeszedjük. Hát ez egy ilyen elég masszív masszának. Igen, igen. Ilyennek is kell lennie, mert úgy fog jól összeállni maga a tészta. Aztán ezt a kis masszát rárakjuk majd a sütőpapírra. Aztán igazából lehet választani, hogy, nyújtó deszkával csináljuk, vagy kézzel ellapítjuk, egy picit benedvesítjük a kezünket, ugye, és akkor szépen elnyomkodjuk a tésztát ilyen kis kocka, vagy téglalap alapúra. Aztán fogjuk a kis fehér masszánkat, beszorodom, és akkor kézzel elegyengetve rárakjuk a kakaós masszára. Ugye, ha benedvesítjük a kezünket, nem kell nagyon, akkor könnyebben tudunk dolgozni a tésztával. Az a lényeg, hogy a tésztának tényleg jól meg kell kötnie, hogy könnyebb legyen ugye vele dolgozni, ne legyen az a kis puha mállós. A kókuszreszeléket használok, ugye mert ez segít. Azaz, nagyon szép. És kész is van. Ugye fogjuk ezt a kis papírkát, vagy egy másikra rárakhatjuk akár, és akkor összetekerjük. És akkor berakhatjuk a hűtőbe. Kész is van, és utána már csak az a dolgunk, hogy szeleteljük szépen. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Hogyha tehetik, nézzenek minket továbbra is. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!